with a shrug. Accidents can happen at any time. Oh, yes? Even right now. A bosszú nem old meg semmit. Igazad van, Askandi. A bosszú nem old meg semmit, de háborúban állunk Nilfgaarddal. He fell to the ground and writhed a few final tremors. Attack! Meave roared. Take no prisoners! Muszáj, srácok, amit Líriában leművelt Nilfgaard, ami azt, tehát muszáj deplete your opponent's deck. Ki kell fogyasztanunk. Én ma sok sima kört mentem, mert olyan küldetésem volt, amihez nagyon egyedi paklit kellett csinálni. Atya Isten, ez mit csinál? Every turn on start. Hey, hol van Maeve? Sehol. Take no prisoners. Sok mindent megold. Rakjuk le a sört. Azaz lett a kiskutyus. Dir. És kettő heal. Wise choice. Oda azonnal föl kell tenni egy pitfall trapet, mert ott nagyon gyülekeznek, így bizony. Te pedig lőj egyet. Az annyi. Dead. Jó. Azért nem kellett volna megölni, mert hogy deplete-elje a paklit. Mert így nem fogja, aha. Álljátok, igen, igazad van. Igazad van, falja fölfelé a paklit, igazad van. Rá jobban kellett volna vigyázni. Nem kellett volna megölni. Igazad van, erre nem figyeltem. Aha, igen, ő ezt így csinálja folyamatosan. Maeve Avenger, így van, tehát ő ott Maeve. Bocsánat, ezt elbambultam, sorry. Kicsit sok volt ma a munka, úgyhogy elnézést, de igen, igen. Tehát az ott Maeve. És ő megy végig, és az összes Nilfgaardit nyírja kifelé. Úgyhogy csak a sört tesszük le, hogy jön nekünk egy kis heal. Jó. És nem is rakunk pitfall trapet sem, mert azzal csak sebződik ő. Jó. Ezért nem tudjuk használni őt. Így van, take no prisoners. Akkor szerintem most odatoljunk egyet. Majd szóljon. És az dupla heal. Most pedig a játék soundtrackje valamiért alább maradt, ha így nézitek. Aha. Aha. Jó. Jó. Szerintem úgyis most fölfelé fog menni Maeve, úgyhogy küldjünk neki fölfelé unitokat. Így. Így nézzük End the Turn. Furcsa így zene nélkül egyébként. Mert hát zene nélkül mit érek én?
Hogy fogom deplete-elni egyébként? Life is mine now. Au. Au. Nagyon jó. Az nagyon jó. Szerintem most éhillelek egyet, mert a teljes grupom mindjárt kikészül. És szerintem ezt ideje elnyomni. Jó. Kicsit családias így zene nélkül, nem? Srácok, kicsit furcsa. Kicsit furcsa nekem. De nem baj. Wise choice. Wise choice. És akkor azt ő megölte. Maradt 9 lapja. Jó, akkor próbáljunk már meg mi is így elkezdeni sebezgetni. Jó sok lapot lehúz egyébként. That was not in the spell books. Hú, ezeket az íjászokat de megölném. Mév, valamit csinálj már velük, légy szíves. Na jó, most már viszont le fogok rakni egy tüzet, mert méven úgysem sebez olyan sokat. Itt aztán köszönöm szépen a követést, üdv a csatornán. Hello, Belum. Még van 6 kártya a kezébe, hát hogy? Hát 6 kört kéne kibírnom. Army's a waste of time for one like me. Rezet? Nem szeretném. Srácok, aha, lehet, hogy probléma lesz ebből egyébként. Ebből biztos, hogy rezet lesz, ezt tuti. Ezt már most mondom nektek. Felgyújthatom ezt a részt is, de már nem sok értelmét látom, hát az elején kellett volna ezt felgyújtani. Ide damage kell. Ide sok damage kell. Nem, itt le kell cserélnem a trinketeimet is, ez így nem lesz jó. Ide damage kell. Így van. Warfight. Vissza is loadolunk, fölösleges is tovább próbálkozni. Lecseréljük a trinketeinket, mert ez így nem lesz jó. Ide paklit kell cserélni. Ide sok damage kell, nagyon sok. A runestone az, hát nem is tudom, hogy maradhat-e. A Mahakami el most nem kell, runestone nem kell, a Baker most nem kell. A Scepter marad. Damage all enemies, ez kell. Azt mondja, kellene fog a gránát, szintén. És még kéne még egy damage. Play random bronze unit. Azt mondja, spawn and play two random trinkets. Az a Blizzard egyébként nem is rossz. Draw two units, nem. Create bronze card, nem. Mark a unit, boost it 10 after 3 turns, nem. Blood, look 5 cards from your deck and play 2 and discard the rest. Halálfej, mit csinál? Miért nem tudok ránézni? Skull, banish any number of units from your graveyard, then damage all units on a row. But I'm banished. Ez akkor lenne jó, hogyha küzdelem lenne. Base power-re visszaveszi őket. Two random trinket. Bár ez még jól is kijöhet. Destroy a highest ally.
Blade two allies from your graveyard. Bear randomized bronze randomized. Aha. Mysterious ability lies within. Ez micsoda amúgy? Mi az, hogy mysterious abilities lies within? Ez mi? Ez micsoda? Ez mit tud? Vagy mit nem tud? Spawn and play two random trinkets. Damage a unit by one. Nem kaptam még, szóval nem tudom. Akkor most meg fogjuk nézni, hogy mire jó, srácok. Most jött el a napja, amikor ezt meg fogjuk nézni. Bocs, ezt átugrálom. És akkor Maeve elkezd bosszút állni. Borzalmas erőbedobásokkal. Deplete your opponent's deck. Ugye ez csak optional? Tehát akkor alapvetően őt erőből kéne csak megverni. És akkor ő ott eszi őket. Jó. Mi van, hogyha azt most így kiszedem? Itt, így. És nem spónol többet. Oda még ütök egyet. És akkor nincs több spónolgatás. Nom. Ó, a kutyust meg meghagytam a paklimban. Várjátok, már nem tudtam paklit választani, hát mi ez? Vagyis itt nem is lehet paklit választani? Itt random dobja föl? Itt nincs is pakli. Itt elénk ugrik. Jó, akkor viszont ez nem is olyan rossz. Már is adunk ide egy pitfall trapet neked. Így. Mondjuk így Maeve is sebződni fog. Ezt lehet, hogy majd még megbánom. Hú. Mindegy, próbáljuk ki, ez a játék a próbálkozásokról szól. Aha, így Maeve is sebződni fog, meg fog halni Maeve egyébként, így. Semmi gond, tegyük csak oda. Nézzük már meg így. Dead. Ha burnolom egyébként rendesen azt a paklit. Wise choice. Hogy utállak játék? Ez mit csinál? Komolyan mondom. Úristen! Áthelyezte az egész paklit. Holy Jesus Christ! Ez gaszkodom, mit összed? Úristen! Ez egy elég jó kis kártya, srácok. Hát ez nem rossz egyébként. Hogy őszinte legyek, nem rossz. Mennyit sebzel? Damage all damage enemies. Hát pucoljuk le a kártyapaklit akkor. Vagy az asztalt. Order! Pucolás. Jó, és akkor most... Így. Szegény név. Egyébként őt már most komolyan sajnálom. De hát ez van. Jó, név még egyet fog lépni, aztán viszont látásra neki. Sajnos. Her Majesty is exceptional. Now, how did that incantation go? Jó, a két pitfall trap az megtette a hatását, Maeve meghalt. És most már csak passz... Ja nem, le tudok még rakni kártyát. Tegyük le a kutyust. Azaz.
Ever have a stone knock out one of your teeth? You mad? Don't shake that! Hogy muszáj valamit letenni? Na jó. Dive it the white of an eye from half a league away. Már csak a két pit volt repen van az ellenség másik oldalán egyébként, ami gyönyörű. Akkor öljük meg. Legközelebb meg majd lerakom a, ezt a kék akármit. Jó, te damage-elj egyet. Tedd le. És passzolunk. We should not have done this. Gyönyörű volt. A néni akkor most már meg fog utálni minket. For the Nilfgaardians in Ove Nepklenvog's camp. All would share their leader's fate, and the dwarves, as predicted, they were outraged by Meave's open attack on the Nilfgaardian emissary. Brúva Húg suddenly called for a council of the clan elders. They debated what to do with the Lyrians for a long time. Köszi a GG-ket, srácok. From what I've heard, only strong support from the Zigrins kept the queen from receiving a harsh punishment. Jó. Jó, a Nilfgaardi tábort azt itt elkaptuk. Úgyhogy volt már olyan Nilfgaardi tábor, amit meghagytunk, meg van olyan Nilfgaardi tábor, amit nem. De viszont nézzétek meg a bal felső sorokban az Arbi morált, az maximálisan felment a csúcsra, azt nem akartam megcsinálni, hogy és akkor még a lavina elsodorja az egész sereget. Mi meg még Nilfgaardiakat is itt hagyjuk békésen héderezni. Nem hagyjuk háborúban, elkaptuk őket. Kalstok. Expecting she would see monsters swarming dwarves, the queen set off at a gallop to the rescue. Her braid blew about in the wind like a banner, showing her men in which direction to attack. The dwarves she saw, however, were not engaged in a battle against Shalemars and Barbegazis. No, they were going at one another. Luckily, no weapons had yet been drawn, but given the dwarves have hands the size of bread loaves, this did not necessarily mean there would be no deaths. Oi, lads! Roared Gabor Zigrin. What's this foolishness? Calm the hell down, dammit! Gabor's intervention proved successful. The dwarves limited themselves to verbal jousting. Meave, who was no stranger to barrack room talk, nonetheless turned crimson at the dwarves' cursing. Piecing together the obscenities, Meave concluded they were debating an old quarrel about the height of a certain mountain. Or rather, of the twin peaks atop it. One of them lay in the territory of Clan Dahlberg, while the other in the Hoog's land. Each family felt their peak was the highest, all measurements indicating the contrary being total fabrications. Queen! Started Gabor, nervously chewing his moustache. They're asking if you, as yin impartial and a fair-minded wench to boot, wouldn't you wish to settle their ancient squabble once and for all? Meave knew well that this type of age-old quarrel could easily end in bloodshed, so she resolved to help. Representatives of the two clans gave her a strange mechanism she was to use to measure elevation. All that was left was for the queen to button her coat up to the neck and scale the twin peaks. Ezek annyira jól meg vannak írva egyébként, olyan szép írói eszközökkel. Megvan írva a script, ami egyszerűen csak az egészet még jobbá teszi. When she and her friends traveled half the way to the first, she heard a long roar that made snow shells detach and descend. Without waiting for her scouts to return with reports, Meave drew her sword. Ez egy troll? Shortened beta X, jó, oké. Okay.
Askandi, nincs meg bennem egy ilyesmi, hogy mennyit szeretnék leadni. Alapvetően csak annyi van meg bennem, hogy szeretnék a lehetőségeimhez képest úgymond egy olyan formát fölvenni, amivel elégedett vagyok én is. Tehát, hogy ne érezzem azt, hogy egy kicsit, mit tudom én, jobban... tehát ne érezzem azt, hogy nagyon, ne érezzem magam nagyon súlyosnak. Nem a legjobb kártya van a kezemben most, az biztos. Hűha, ez reset, ez itt, ez nem tudok mit lerakni. Rendben, Jézuska. Olyan szomorú. És most vajon vissza fog engedni? Nem értem ezeket a crash-eket. Egyszerűen nem tudom hova tenni egyszerűen. Nem tudom hova tenni. Mondjuk szerencsére olyan helyen vagyunk, ahonnan nincs messze. Nincs messze az, ahonnan ki vagyunk crash-elve, meg nem kell még egy csatát újra megvívnom, csak... bosszantó. Ezt az előbb végig hallgattuk. Most még egyszer nem hallgatom végig, hát az előbb már végig néztük. Így van, itt jön egy troll. És? Aha, most már jó. Tudunk lapokat felhúzogatni. Ezt már szeretem. Ezt már szeretem. Ennek a helyére jöhetne. Ó, tökéletes. Tupert. Elfelejtettem visszatenni a kártyáimat úgy, mint heal, úgy, mint az előzőekben már látottak. Na mindegy, rakjuk le akkor a hölgyet healelni. Meg lejött a kutyus is. Bang. Megölni nem tudjuk úgysem. Jó, nem baj. Jó, ez megölte. Oké. Okay. És ettől szétrobbant a hölgy. Gyönyörű. Jó, húzogassunk fel a kollapokat. Nem tudok mást mondani. Ú, de szemét volt, és megölte a lapfelhúzós kártyámat. Ne! Azt hittem, ezt is ki tudja szedni. Jó, tegyük csak őt le még. Lapfelhúzás. Nagyon jó, még egy tűz, azt oda föntre rakjuk. Jó, ezt meg akkor ide. End the turn. Egy maci. Jó, akkor most jöhet Reynard. Nagyon jó. Mehet a farkasba. És nem is tudok többet felhúzni. End the turn. Brutális.
Brutál, mekkorákat sebez amúgy. Jó, lássunk egy gránátot. Nagyon jó. Ah. Hát nem tudok más csinálni. Ez megöli. Ez meg ennyi. A bone talizmán. Ezzel maximum annyit tudok, hogy azt ott lesebzem, ezzel meg megölöm. És még egy kártyát tud letenni. Na és passzolt, jó, kész. Take those measurements and let's be gone from this place. The Lyrians managed to repel the monsters and reach both peaks. Upon each, Meave ordered her men to take the measurements. While waiting, she admired the breathtaking view of the Mahakamon Massif. The dwarven contraption left no room for doubt. The peak within the Dahlberg clan territory was 2 feet higher than that within Hoog territory. Gabor was clearly displeased with the results. Damn it all! I'd hope you'd prove Bruver's claims tonight. Damn it all. He'd have been content to see the Dahlbergs knocked down a peg or two. And, possibly, he'd have been more inclined to help you. Said the dwarf in frustration. Then, after a pause, he added, Although, only you saw what the device showed, Queen. Igen, igen, ahogy írja is Kazakdú, tehát együtt raktuk össze ebben a streamben. Így van. To lie would be simple, true, said Meave. Yet to forget the matter would be so much harder. No, Gabor, I shall tell the truth. The Queen's tone made it clear the discussion was over. Gabor let the matter lie, and Meave's force began its descent. Nem, mindenképpen az igazat fogjuk mondani, nem fogunk hazudni. Nem, az igazat mondjuk. Úristen, de jól néz ki. Ha-ha-ha. Wow. Ha jól emlékszem, a térkép szerint akkor itt van egy elásva egy kincs, ami mutatott, talán. A 60. 1200 gold volt benne. Ezt a decket egyébként igen, ahogy mondják is, itt együtt raktuk össze, és az volt az alapfelállás, hogy neki még elmondjuk az igazat. As soon as Meave announced the results, the Dahlbergs rolled barrels of beer out into the square and began to celebrate. Naturally, the Hoogs were disappointed, yet they accepted Meave's results as final. At last, they had come to trust her. Yeah. Dahlbergs are the dwarves we need! Dahlbergs are the dwarves! Yeah. Még azon gondolkozom egyébként, hogy lehetséges, hogy nekem kéne vissza az előző trinketek, mert ha kéne, vegyük ki a Runestone-t, a Northern Wind-ot és a Bone Talisman-t. Ezek mind nagyon jó kártyák, bár lehet, hogy a Bone Talisman-t azt vissza fogom tenni. Ha mondjuk azon most... Ezt mindenképpen. Azt tuti. Ez tuti. Ez egy óriási damage. Ez nagyon durva tud lenni. Ez egy óriási kivégzés. Lehetséges, hogy a gránátot mégis visszateszem. Jó lesz nekünk a gránát egy nagy sebzésre, és akkor nem teszem be a sört. És... még lehet negyed beteni, nem tudom, hogy változtassak-e. Vagy legyen a heal, Morana Runestone. Legyen a Morana Runestone, tegyük vissza a healt. Jó lesz az mi nekünk később. Szerintem most tudni fogok én fejleszteni. Igaz? Igaz bizony. Lirian Lancknecht, Rivian Sapper, Lirian Hajduk. Ez egy brutálisan jó, és ezek most már pluszos egységek.
Ezeket le kellene craftolni, ezeket a unitokat egyébként, ahhoz, hogy ugye a deckünk részét képezzék. Itt van a Rivian Sapper. Leave it a Lancenecht, gain one charge. Damage an enemy and all enemies with the same power by one. Hát ez azért nem rossz, szerintem. Egy, kettő, három, négy. Négyet csináltam belőle. Hozzáadom a paklihoz. Az azt jelenti, hogy 32 kártya van jelenleg a pakliba, az rengeteg. Gascont kiveszem, már nem használom szinte semmire. A slingeröket kiveszem, nem használom őket semmire. Helyette lesznek a Lyrian Lancenechtek, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, és lehet, hogy a Lyrian hajdukat is kéne használni. Give one charge to adjacent units with order. Ezt együtt lehet lenne jó használni egyébként. Ezt. You don't have any more copies. Aha. Nem lesz elég. Várjunk csak egy, kettő. Elég csak kettőt is csinálom. Nem kell ebből három. Vagy kell ebből három? Legyen belőle három. Hát egy a fene. Van 29 kártyám jelenleg. Abból le kell vennem kettőt, tehát 20. Így van, tehát 27. Akkor ez most így jó. 155-ös a posztkvártéjunk jelenleg. Tehát bőven beleférünk még. És akkor én most kivettem Gascont, mert annak én nem látom már most értelmét itt a pakliban. Nem használom már annyira. A kutyus is mindegy, mert azt úgyis így kitesszük. Jó. Jó. Én ezt jelenleg ezt a paklit jónak tartom. Aztán majd úgyis a Jézuska is elmondja, hogy mit csináltál, Vuzabbi? Mi ez az őrület, amit itt lebűveltél? Nem ezt kellett volna. Need to trade gold for wood or recreate as well as good wood for gold. Aha. Oda-vissza tudok. És akkor most mondtad, hogy beszélni kéne a hölgyel. Isabel? Apologies. Thoughts consume me sometimes. Is there something you need? Since we left Edern, you've seemed unsettled. Is all in order? Most beszélek vele. Ő Isabel. Nem bossi ő. Nem boszorkány ő. Csak egy öregebb hölgy. What the Imperials did at Aldersburg was... It was unforgivable. Nilfgaard. That's what it does, Isabel. They seek here to repeat the rape of Sintra. The slaughter there. Yes. I saw that. I was there. And at Sodden. Then you know of what they're capable. After Sodden, I took an oath never to take part in another war. Such suffering, such hatred, senseless, all those deaths. Senseless deaths. Our troops sacrificed their lives in defense of their homeland, loved ones. I believe. Szerintem nem jártam volna jobban a slingerrel. Maximum csak hármat tudok sebezni, akkor is csak kettőt. Szia Jézuska. Épp most alakítottam át a paklit egy kicsit. Csak egy little bit. Nem olyan durván. Beszéltem a bossival, de nincs megsértődve. Tehát annyit csináltam Jézuska, csak hogy így elmondjam neked. Raktam be Lyrian hajdukat, összesen hármat, és Lyrian Lancenechtet. Tehát nekem ez nagyon tetszik. Szerintem ez jó. Trigger this ability automatically. Charge the number of times order ability can be used. Ez nekem tetszik. A hajduk az meg ad majd pluszt. Megpróbáljuk így. Nekem a én szerintem a slingerre nem jártam volna jobban, de ha neked lesz igazad, Askandi, akkor megkövetem magam, de én szerintem nem jártam volna jobban a slingerrel. Not bad, szerintem sem egyébként. Jól van ez így. Most egy kicsit amúgy is már kezdtem unni ezt az egyetlen egy paklit. Ezzel a paklival játszunk Aedir Nóta. As Meave neared Langbridge, she ordered her bugler to announce her arrival, then retired to her tent to freshen up. Gascon was already inside, awaiting her. I do not seem to recall summoning you. In that case, I must tell you to fret not. Nothing wrong with your memory. I've come with no agenda.
spontaneously call it to chat. Csúnyán válaszoltál neki, mi Jézuska? Lebuktál, te ilyen kegyetlen voltál ebben a játékban. Elket is elriasztottad, mondjuk, hogy Elket én is. Meg Black Rayla-t is elriasztottad, mondjuk őt én is. De a bossi még nem sértődött meg rám is. Pedig elvileg végig lehet vinni úgy a játékot, hogy a paklitban marad Black Rayla, Eik és a bossi is. Sőt, még lesz olyan is, aki még utána is. When last we met, I found myself standing downwind of him. A pungent experience. You test my patience, I do admit. I was a reminder of an old goat in more ways than one. Well, Hugh was saved the experience of his breath. So pungent, I thought I might faint. Well, to revive you, pinch you awake, I'm sure would be quite a pleasure. Skolyat a legután agyvérzést kaptam. Gascon, I beg your pardon. Ugh, I shall have nightmares now. Igen. Not tonight. Megértem. For I fear you might not sleep at all. You see, there's something you ought to know. And decidedly before you meet with Bruver. The sites we cleared of beasts, I ferreted a bit. Noted something peculiar. Any notion what it was? None. The monumental dwarven architecture, perhaps? Bones, my dear Meave. Dwarven bones. Now, guess what I found on them? Wait, don't dare give me any hints. Bite marks. Of course. After all, they'd been gnawed clean of all flesh by monsters. Incidentally, making it quite easy to spot other markings. Ones made by axes and swords. To be certain, másodperc türelmeteket hagyj kérjem. And they confirmed my conclusion. Meaning what? Re. The entire clan, the Fuchses, did not perish due to an invasion of beasts from the depths. The monsters merely ate the bodies and occupied empty homes. Now, I shared my discovery with Gabor, and guess what he did? He panicked. He started to squirm, babble nonsense. I wager my right arm. He's hiding something. Blast. Overly eager to aid us from the start he was. I might have sensed something. I shall have him summoned at once. And I thank you, Gascon. I won't forget this. Nem hinném, hogy Gábor el akarna minket árulni. Gábor stood before the queen. At first, he tried to mislead her with evasive answers, but as her pointed questions demolished one clumsy excuse after another, he had to give in. Oy. As King Desmond said after a hefty squirt in his hose, we can't sweep this under the rug. If you think I welcome jests in this moment, you err. My fingers itch to summon the hangman. Right. So. De kemény mév egyébként. Tis true. I misled you. On our clan elders' orders. Oh. Supposed to make sure you destroyed Burra's Rump and Davor's Abyss thoroughly enough to leave nae a trace. What? Why? What did they wish to hide? They was home to the Fuchses, our mortal enemies. They'd been a-boiling our hinies for ages, thumbing their noses, taking what they want when they want. And the Elder-in-Chief didna gie a ploughing whit. So to stop them, our clan,
We did the unpardonable. De felsőbb utasításra tette ugyan. Gods. So you were responsible for the deaths of all those dwarves. Me? I didn't raise a finger. Tried to stop them, in fact. You claim not to have taken part, but neither did you do anything to stop the massacre. What was I to do exactly? The elders had decided. Neither dwarf would listen to me. You might have informed the elder in chief. The guilty would have been punished. The guilty? You didn't ken Bruva. He'd punish the whole clan. Women, children. No exceptions. Maeve, Queen. I'm begging you. He cannot ever learn of this. Aye, I want a hack flame too when I think what the elder's done. But t'other way it'd bring but more pain and death. I need to consider what's right. Meanwhile, Gascon. Ooh, ez nagyon nehéz kérdés. Of course. I'll let you know if he so much as rolls his eyes towards an escape route. Hú. Mik vannak itt, srácok? Golden chest found 6/8. Mit nem találtam meg? Vagy van valami, amit nem nyitottam ki. Igaz? És most ez erre nagyon-nagyon rá fogok fázni. Már pedig jó lenne ezeket kinyitogatni, mert általában vannak benne fontos dolgok és jó dolgok. Nem is tudom, ez hogy kéne amúgy. Mahakam telenovella. Megem. Golden chestből nincs összekapcsolva Gwent Ak. Akkor csak Goldot buksz. De már összekapcsoltam. Éppen ez az. Hogy már össze van kapcsolva. Értitek? Meg van csinálva. Ide hogy lehet bemenni amúgy? Hogy nézzek már el oda. Aloha, Exterion. Hogy lehet oda bemenni? Ezt tudja itt valaki? Na. Várjál már. Itt. Akkor viszont valami nem úgy működik, hogy kéne, mert előbb goldot kaptál, ha jól láttam. Mert mit kéne kapnom ilyenkor, Jézuska? Ott mentél el a híd alatt. Hogy itt körbe lehet jönni, hogy ezen át lehet menni. Úristen, én azt hittem, ez csak egy díszítő elem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ezt nem tudom, mennyi időbe telt volna, mire észreveszem. És volt itt egység. Meg ilyen. Haha. Megvan egy. Mit hagytam még ki? Megérni egyébként itt szétnézegetni, de simán. Felfedezgetek. Jaj.
Mit mondta Jézus, hogy úgy csinálod, hogy idejössz? De minden revealed. Én sem tudtam fölmenni. Ez a jó. És ezt már elolvastam. Várjatok, vagy kihagytam volna mapot? Stanke... Stanka map. Ez nincs még megszerezve. Ez nincs még megszerezve, akkor ez viszont... Egy ilyen törp építmény közelében van. Itt vannak törp építmények. Ez mi? Ez egy monolit. Na ne basz. Na jó, lássuk tovább. 8x8, Standard Battle 5, Puzzle 7, Quest 13 és 5 óra alatt jutottunk, akkor kontinuálno onenno. És akkor most megyünk. Arms crossed, eyes squinting. Meave sighed inside. She stood little chance of having a pleasant chat. Elder in chief. Hát ha jól tudom, akkor Angernbe megyünk egyébként, de nem biztos, hogy jól tudom. Attól függ. Ahhoz látnom kéne pontosan a térképet, de szerintem Angernbe megyünk, mert az van Líria mellett, ahogy jövünk le Mahakamból, mert a történet szerint a Nilfgaardi front miatt egy ilyen varga betűt írunk le. Tehát ugye elindultunk Líriából, és akkor Líria Eidir közben átcsapott fölöttünk a Nilfgaardi front, és így nem mehettünk fel. Így nem mehettünk fel Riviába, hanem el kellett jönnünk Mahakamba, Mahakamban végig, és onnan be Riviába. Tehát egy ilyen varga betűvel, és de Rivia és Mahakam között nincs határ, hanem még közötte van Angern. De lehet, hogy a történet szerint egyből Riviába jutunk, nem tudom, csak így tippelek. Tell me. For you. For I didn't want to. For something didn't affect, damn it. So I resolved to not destroy their nests and evidence till I learned the truth of who done it. Postponed it all those years expressly. Though your subjects were dying. I didn't need no lectures from the likes of you. Justice must be served. That's worth any price. And I was close. Had leads. And now, it's all gone to hell! You flooded the Vor's abyss, you brought Boros' rump down on itself, and I'll never care who killed the Fuchses! Understand? Never! Az előbb volt a chatben egy Twitch staff. Szoktak bejárkálni streamekbe a Twitchnek a moderátorai, meg a, tehát a Twitch csapat be szokott menni streamerekhez. Beszokott menni egyébként, én szerintem szúrópróbaszerűen ellenőrzik le. De van ilyen, aha. Én is láttam már egyébként a közvetítés listáján, lehet látni, hogy csapatunk vagy csapattagjaink. Tehát a Twitch staff egyébként meg szokott jelenni, már nem az első alkalom, hogy megjelennek a streamben. Szoktak itt lenni, aha. De hát itt nincs probléma, nem szokott olyan content lenni, ami...
I would not be so sure. Sure a bloody what? That you shall never learn the truth. For I learnt it just moments ago. T'was the Zigrins who killed the Fuchses. The Zigrins? But, oh, hold. I would explain a lot that. Ach, the snakes, worms, rogues! Why, I'll show them. Az Isten áldja meg most már ezt a játékot, komolyan mondom. És még hiba üzenetet se dob fel. Biztos, hogy tudok menni. Van úgy, hogy úgy dob ki a játék, hogy még hiba üzenet sincs. Csak úgy pam, kész. Hello. Viszlát. Nem bírja a PS a 16K 500 FPS. Nem bírja. Nem erre találták ki. Nem bírja a CD Projekt Redet a PS, úgy látom, mert a Cyberpunk is pokolian futott PlayStation-on, meg úgy látom ez is. Lehet, hogy a Witcher 3 után megutálták a PlayStation-t, vagy én nem tudom. De legalább ezt elmentette. Hát ha mi most el kellett volna megint mennem itt, izélnem. No Saren and Grayson here, lass. Plowed humans. You think you're due glory, do you? Mont, what do you think? Why didn't I expect for you? For I didn't want to. For something didn't fit, damn it. So I resolved to not just postponed it all those years expressly. I didn't need no lectures from the likes of you. Justice must be served. And now it's all gone to hell. You flooded the Vore's abyss. You brought Boros Rump down on itself. And I'll never care who killed the Fuchses. Understand? Never! My sincere apologies. I did not know. Course you didn't, humans. First they cock it up, then they ask how it works. I'm most eager to give that breed of yours a yank and kick you out beyond the gate. Hát ha így nem fagy ki, ha ezt a választ adom, de most már komolyan. Fools, fools, all fools. They forced me to give you an audience, official like, with witnesses. All at the foot of Mount Carbon. Come on then, time to move on. But I'm going to wring you out so hard you'll wish you never left that Nilfgaardian dungeon. Bruver set off at a brisk pace, cursing under his breath. The Queen took a deep breath, counted to five in her head, and set off after him. Nagyon helyes. Tudni kell elszámolni. Mielőtt még bármi hülyeséget is csinálunk. Love is the forbidden storm jump lane. The stop the rest of the universe and dress. Oh, aha. Jó. Hello? Elders furious. Tök jó, hogy megcsinálták amúgy Mahakamot ebben a játékban. Mindig kíváncsi voltam a könyvekben is, hogy hogy nézhet ki Mahakam. Metallurgy, engineering, architecture. Yet there is one in which they could not be bothered. Naming. For this reason, the bridge that linked the Mahakam Pass with Mount Carbon was simply named Langbridge. Meave learned it was a thoroughly fitting name. Having stopped for a breath halfway across the road suspended over a deep chasm, the Queen could see neither end of the bridge, both concealed by thick clouds. Amazing, whispered the Queen. I feel as though we traversed the very sky. The Queen and her retinue were nearing Mount Carbon when Meave heard a cry. It was Xavier. Hold! Hold! Meave drew in her reins abruptly. Her mare neighed and reared, lifting the Queen above her formation of men. From that height, she saw the last pier of the bridge crumbling.
The dwarves at the head of the procession were unable to stop in time and plummeted, screaming into the abyss. What's the meaning of this, goddammit? Bruva roared. Fetch the engineers! No! The queen was striving to calm her spooked mount when she sensed something swish past her ear. Out of nowhere, a Scoia'tael band had appeared at the rear of the column. Before anyone could react, elven archers had felled the rear guard. The soldiers lay on the bridge's stone surface with arrows in their backs. Espa'en Reina! Meave was trapped. Itt vannak Jézuska kedvencei. Chasm, in the other, a fierce foe. She had no choice but to stand and fight. Akkor stand and fight. Vannak extra kártyáim, és ez is egy lerövidített csata lesz egyébként. Mind meg kell ülni. Nem szereted, de nagyon nem szereted ezeket a tündéket. Rossz színben tünteti fel. A könyvben is ilyenek egyébként. Spawn two Mahakam Protectors and move an enemy from the melee to the ranged row. Nem is rossz. Mahakam Axe Dwarf. Lirian Hajduk. Ez nem rossz. At last, Rena, you are mine. We're trapped, Your Grace, but we can try and fight our way through. Mit csinál neki az a kártyája? Whenever a unit is moved to the same row as Cliff, destroy it. Oh. Damage unit by 2. It was either boosted damage it by 6 cooldown 1. I smell a leak. This is the best one we can have as of a but that's okay. Hát úgy vannak kommunikálva, igen, mert ugye ők egy ilyen teljesen vert helyzetben lévő nép. Úgy értem ezt, hogy ők ugye ők voltak itt úgymond hamarabb, ez a mi voltunk itt hamarabb szindrómás népség, és ők nagyon nehezen dolgozzák fel azt, hogy ők alapvetően úgy voltak vele, hogy amikor a szférák együttállásakor erre a világra érkeztek az emberek, akkor ők azt gondolták, hogy tudnak együtt élni. Majd kiderült, hogy az emberekkel nem lehet együtt élni, mert